Üdv, sziasztok, a nevem Jeriko, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos tank bemutató, a mai kiszemelt áldozat nem más, mint a soron következő TR-8-as lengyel médium tank, a CS-53. A tankot toppos állapotában fogom bemutatni, de erre majd visszatérünk később. Kettő csatával érkeztem, egy városi és egy nyílt telepes, pontosan azért, hogy jó rálátásotok legyen erre a médiumra. A pálya Himmelsdorf, szakasztársam Zotya, ő egy 50 TP prototype premium heavy-ben ül, úgyhogy nem lesz az útvonalunk. Kire kell odafigyelni? 9-es tier, viszont két darab 9-esük van, ez annyira nem oszt, nem szoroz. Ha normális pályán volnánk, azt mondanám, hogy hát az artákra legelőször, viszont itt is azt mondom, hogy az artákra is oda kell figyelni, mivel három darab van. A Károly 6-osról fogunk indulni, én fel fogok jönni ide a kilátóba. Ez annyiból veszélyes, hogy ugye ide beállok, várom az érkezőket, hogy kik jönnek fel. Ameddig így szotyizok, a három artából egy, 99% hogy az A0-ba be tud állni. Ha jártasi játékos, akkor már eleve ide szűkül, és ahogy felérnek a csapattársai, felvillanok, és ki is tud csapni. Úgyhogy itt nincs szotyizás, be kell húzódni ide fedezékbe, vagy pedig ide ki. Viszont ez a rész azért nem játszik nagyon, mert ha sokan érkeznek fel, akkor nem tudsz elmenekülni. Ennyi. A másik dolog, hogy ez egy heavy orientált csata, tehát nagy valószínűséggel itt a halál utcán fognak végig menni, végig tolni. Az a pár med várható fel a Progetto 46 táras, meg Type 59-2-es, D44-100-as ilyenek. Hát a Lightok szerintem ide is be fog állni Arti, és a Lightok kimennek ide a vasútállomásra csikket gyűjteni. Úgyhogy nagy vonalakban ennyi a terv, felmegyünk ide a kastély, és az többit meg majd adja a játék. Elindítom a csatát. Lássunk pár érdekes adatot, 50 km-re képes hasítani, amit nem nagyon szeret elérni, inkább ilyen 40-nél megáll, ezt nem tudom miért van, ugye, de mindegy, ez van, tehát ezzel kell gazdálkodni, nagyon nehezen éri el még városin is, nemhogy füves terepen, úgyhogy erre számolni kell, hogy az 50-et nagyon nehezen fogja elérni, hosszú idő. Mint mondtam, ez toppos állapotában van, de itt is van három darab ágyú, mind a három darab ágyú 100 mm-es, viszont annyi a különbség, hogy a kisebbik az VZ 49 néven fut, a középső az VZ 53-on, ugye itt benne is van a nevében, hogy CS 53, és a toppágyúja az VZ 58, na én ezt használom, ez sem erős, én ugye mondtam, hogy a 7-es, én úgy érzem, mintha az volna a 6-os, ennél a 8-asnál viszont úgy érzem, hogy ez a 7-es, pontosan az ágyúja véget. Az alapátütésünk, két lőszer van, ugye, ha a repeszt nem számoljuk, két lőszer van, az alaplőszer AP, ennek az alapátütése 212 mm, semmire nem elég, tehát 8-as tankok vagyunk, könyörgöm, 9-esben, 10-esben játszunk, hát mire elég? Tehát az még gyenge pontra se elég, úgyhogy... De mindegy, ezt kell használni, máskülönben nem gazdaságos, meg elég normálisan száll. Megjött a Leo, kapott is egy figyelmeztető lövést, át kell skilleznem, ami a 7-esénél volt legénység, már ennél a tanknál nem volt jó, úgyhogy teljesen átskilleztem. Hát erre ezt be kell kalkulálni. Becker behajt, ugye heavy, ott a Type 59-2, szerencsére nem igazán jönnek ide, hát itt várunk türelmesen, ugye most a kékeket lőjük, ja nem. Teljesen szezavarodtam. Így van, a kék emblémásokat lőjük, mi vagyunk a narancsárgák, viszont narancsárga nevű. Nem tudom, a végét csinálhatna ezzel valamit. KPZ érkezik, megpróbáljuk, hát itt elég bután csinálunk, kint van a hátsóm. Így kaphatok is. Nagyon gyorsan töltünk, úgyhogy húzzuk is vissza, megpróbálunk még egyet belelőni, hát ez az 266. Tehát az alaplőszerünk az AP, ezt használjuk, ebből van sok. 13 darab hitet tettünk be, azt ugye felfogja minden, nem olyan jó, viszont 290 mm-es a prémium lőszerünknek, a hitünknek az átütése, úgyhogy ha nagyon combos az enemy, akkor őket kell meglőni azzal. 380 méter alaplátótávunk van, már húzzák a keppünket, nem jó hír, nem tudom mit csináljak. Az Arta ugye belém húzott egy hatalmasat, nagyon közkedvelt vagyok, mivel elég lassan gyorsulok.
300-as alfával dolgoznánk, ami azt illeti, így kapunk 260-at, úgyhogy nincs nagy visszatartó eleje Tier 9 és Tier 10-ben, mert kimész valami nagyobb, combosabb tankerébe, leúzó 250-et, 260-at, körbe röhög, már ha be tudod ütni. Tehát ezzel az AP-val, mivel gazdaságosan kellene játszani, ezt tudod használni, elég jól is száll. A hit az ilyen kanyargósan, aminek ugye jó átütése volna, tehát azt a hitet inkább nehéz páncélosok ellen közelharcba használd. Ha így messzire kell lőni, sajnos ez a 212 mm áll rendelkezésedre AP lőszerrel, és nagyon igényli a pontos célzást. Ennyi, tehát erről nincs mit szépíteni, sajnos az ágyunk nem jó, ezért is mondom, hogy ez a 8-as volna a 7-es, a 7-ese volna a 6-os. Ennyi. Jó, hát szépen itt kiaprítoltak mindenkit, húzták a keppet. Ugye most mi vagyunk jobb oldalt, van két artánk. Egy heavy-ing, egy medünk, meg én. Az enemy 3 arta. Megmaradtak a kemény, ezek a Becker, ugye az ilyen mouse prémium utánzatok. Itt várom, hogy kijöjjön, megpróbálom előni. Szerencsére megy a T-32-esünk, így van, T-32-es, van HP dögivel, majd ő megmutatja. Kirohanunk. Így van, keresztbe újni. Jó, én fedezéknek használom. Megmozgatjuk egy kicsit. Itt már szerintem hitre, így van, itt már áttöltöttem hitre, mint mondtam, közelharcnál használd ezt, lövegpajos mellett ágyúnál lőjed, bombázzad. Tehát 380 méter alaplátótávon, ez azt mondom, hogy nem rossz, papíron egyébként nem nagyon érződik, hogy hát volna, 1300 HP van, ez Tier 10-ben is kevés, de hát ez van. De, mint mondtam, az ágyúnál is, a használatánál a toppos ágyú is eléggé karcsú. 0,38 pontos, ennél sokkal pontosabbnak érződik, ha be vagy szűkülve, 40 darab lőszer van, szerintem ki lehet belőle fogyni, 2,3-as alap szűkülése van, ami azt mondom, hogy hát nagyon jó, az arti ki akart szenni, semmi baj. Ugye én ott hagyom a kollégát, vagyis ott akartam hagyni, mert még ott van egy Becker, meg ugye van még itt egy TD is, de úgy döntöttem, jó, visszajövök, megpróbáljuk a Beckert, még annyi HP-n van, hogy semmi. 12 HP, édes jó Istenem. Jó. A Beckert kiszedtük, és itt a TD-jük, amiben van szufla, Ferdinand, most kollega meglőtte. Itt úgy voltam vele, dárok a sarokra, ugye hátsó tornyos, tehát nem bír rám fordulni. Tehát ha itt kijönne, akkor pont oldalt neki tudnék menni. Viszont úgy döntöttem, hogy nem fogom ezt megvárni, hanem már is előtte a roncsot, rátettem az automatát, megpróbálok mellé húzódni. Azaz. Itt félő, hogy ugye az arti majd ide lő valamelyik, de semmi baj. Oké. Okay. Ez is megvan, még világítok, nincs HP-m, ha az arti mellém lő, meghaltam. Semmi baj, ugye van még kettő darab artájuk, meg egy heavy-jük. Megvárjuk, míg leesik a lámpa. Addig itt kóvájgunk, mint aki beívott. Tehát 2,3-as szűkülés, azt mondom, hogy tökéletes skill-es legészsége. 6,1 körül van a szűkülésünk, tehát mondhatni, hogy 6 szek. Megláttam az egyik artát. Sikerült is likvidálni. Opp, itt jön a lőszer. Uff, mázli volt. Egy kicsit mellém lő, tehát kicsit pontosabban mellém lő. Ez a 12 HP az lemegy. Nem hagyjuk rá, nem fordulunk vissza. Ki kell szedni, hogy később ne tudja befolyásolni a csatát. Rohanunk utána. Jó kis orosz arta. Ez a legszebb rész a játékban, amikor az artákat levadászhatod. Jövünk, nem engedjük el. Ugye kollega, van még egy kollégánk, aki sakba tartja ott a húzót, méghozzá egy Type 61-es, csak nincs már HP-ja. Jövök, itt számítok, hogy itt van. Gyönyörű szép. Jó, megfordulunk, és megyünk. Reméljük, hogy a Type 61 nem fogja elkapkodni, és nem fog rárasolni, mert két oldalról meg tudjuk forgatni. Ez nagyon fontos. Ha viszont menet közben kiszedi a Type-ot,
akkor végem van, mert akkor csak rám kell figyelni, és hát HP ügyileg kicsit több van benne. Úgyhogy imádkozom, hogy a Type 61-es ne induljon rá. Mert ketten tudjuk ide-oda forgatni. Egyszer kinézek, én lövök, aztán odafordul, akkor ő... Tehát két tank nincs esélye a Tigris 2-nek. Jó, kicsit kinézek óvatosan. Tehát 6 egész... Tehát 6 szekkes töltési időnk van, ami azt mondom, hogy brutális, csak hát nincs átütésünk. Jó, 269. Kollega is meglőtte, viszont kapott egy lövés, semmi baj. A Tigris mire egyszer betölt, addigra én kétszer. És így meg is lesz. Most kijön, várok egy kicsit, mert volt egy roncs, és ennyi. Ez brutális. Hú, na, akkor. Emelt egész győztes csata volt. Hát most már a replayeket adja vissza, akkor ugye a kép már nincs meg. Úgyhogy ide majd csak be tudom vágni az eredményt. Elméletileg. Végig kicsit jobban odafigyelhetne erre a játékra, hogy a visszajátszások meg rögzítés. Így van. Úgyhogy ide majd be tudom vágni a képet. 5000 fölött sebeztem 4 kill városi pályán. Mondhatjuk, hogy 9-es tier, de inkább 8-as, ami azt mondom, hogy nem rossz, főleg ilyen teljesítménnyel. Úgyhogy most jöjjön az eredmény, utána jöjjön a következő csata. Nos, a második pálya színhelye, a Sztyep, nem véletlen, hogy egy városit akartam, meg egy külső terepest. Mit tudunk? Gyors összegezzünk. Adott egy 50 kilométeres jó mobilitásra elládott med, ami nem nagyon akarja elérni az 50-et, az ágyunk top, viszont nagyon gyenge az alapátütésünk, 212 mm, úgyhogy nagyon gyenge pontra kell vele célozni. A prémium lőszerünk, annak meg lenne az átütése, viszont nagyon rosszul száll, messzire dolgozni azzal nem lehet. A látótávunk 380 lenne, 100%-os legénységnél viszont nagyon nem érződik, és 300 halfa helyett ugye a szokott 260-250 sebzésekkel bírunk, viszont 6 szekkenként tudjuk ezt megtenni, mint mondtam, a 100 mm-esek közül a VZ58-as ágyút használom, mivel a többinek még kisebb az átütése, úgyhogy ezt kell beosztani, 1300 HP-nk van. Nos, mint mondtam, Sztyep 9-es tier, ha nevezhetjük 9-es tiernek, itt is kettő darab van, amire nagyon oda kell figyelni. Arta, egy GV Tiger, a Lightok, tier 7-es Likantáros, T-54 Lightweight, aki képes mindent lepattintani, akkor a mi átütésünket végképp, meg hát azért próbálgassuk eltalálni őket. Plusz ugye vannak elég jó mobilisak, ott a gonosz klónom, az CS-53, Stone Cold, Draugen, ott vannak a TD-k, úgyhogy nem fogunk unatkozni. Csapattársam szintúgy Zotya, ő egy Scorpio G-ben fog ülni. Hát, elindulunk. Ugye közös bázis van, ezt el is felejtettem mondani. Hát ki fogunk jönni ide a med játszótérre. Már az arti bombázis, úgyhogy nem egy kezdőjátékos, tudja, hogy hol haladnak át a tankok. Erre nagyon ügyelni kell. 37-38-al megyünk, mint mondtam, borzasztó lassan éri el, ha eléri egyáltalán az 50 kilométer, városban se érte el, nem aszfalton, vagy téglaköves úton.
akkor itt kint füvesen, mocsarason, vizesen végképp nem fogja. Elég jó toronyforgásunk van és testforgásunk, viszont, mint mondtam, az ágyú az elég gyengének érződik. Itt is tartom magamat ahhoz a kijelentéshez, hogy szerintem a 7-es, a tier 7-ese az volna a 6-os, ez a tier 8-osa, ez volna a tier 7-ese, és akkor ez az ágyú is megállná a helyét. Hiába van ugye AP lőszerünk, ha 212 mm-re 9-eseket, 10-eseket nem tudsz beütni, még nagyon gyenge pontra se, tehát nagyon-nagyon tudni kell vele célozni, jó kell felszkillelni és szerelni a tankot. A hitünknek hiába van meg a 290 mm, ami mindenre elég volna, nagyon rosszul száll, kanyarodik, ívben, mintha artiznál, meg hasonlók, úgyhogy ez felejtős. Próbáljuk a Likánt lebeszélni arról, hogy ugye itt rohangászon, hát menet közben pontosságunk hagy némi kívánni valót. Maga után Likánt visszaküldtem a garázsba, hogy gondolja át újra ezt a taktikát, mert ez, hogy így berohanunk az ellenséges tankok közé, ez nem kifizetődő, tehát most visszamegy, és szerintem elmélkedik benne, hogy mit csinálhatott rosszul. Nos, próbálunk egy kicsit agresszívan játszani, mert ki akarom hozni a tankból a legtöbbet, amit lehet. Ismerkedem vele, tehát, de nem azt mondom, hogy rossz tank, de tartom magam ahhoz, hogy ez tier 7-esnek kellene lenni, nem 8-asnak, főleg ez az ágyúval. Mert oké, hogy 212, akkor adott volna a prémium lőszerének APCR-t, valami jó kis átütése, jó lőszersebessége, és akkor még akkor is, ha szétminuszolja magát az ember, akkor is legalább tudna haladni. Hát nem, kaptunk egy hitet, ami kanyarba száll, meg ilyenek. Tehát azt most így meg tudnám csinálni, ott a light, itt ellövöm magam, és akkor befordul a lőszer, és elkapja a domb mögött. Ilyeneket szerintem lehetne vele csinálni, de mindegy, nem próbáljuk ki. Ezért is tettem hitet csak 13-at, hogyha nagyon combos. Tehát a prémium lőszert akkor használt, ha nagyon páncélosra találkozó össze, és közel van. Messzire ne próbálj meg vele lőni, mert elkanyarodik, becsönget máshova, vagy esetleg saját csapattársat sebez, az felejtős. Itt az AP-re kell hagyatkozni, sajnos az 212 mm. Nincs mese, gyengének tartom a tankot ide. De ettől függetlenül, mint láthattátok, Himmelsdorfnál és városi pályán is azért teszi a dolgát, de hát azért na, ide kell parancsnok is. De szó az úgy döntött, hogy hát rám bombáz, viszont oda csekkeltem, és mivel 6 szekkenként töltök, így még egyszer oda tudom, úgyhogy a töltés idővel nincs gond, meg az AP-val se, csak hát az, hogy mindig határozott, ha olyan tank vagy, amit nem tudsz beütni, és csak AP-d van, akkor track. Lőj trackre, vonulj vissza, amíg tracken van, vagy csapatnak segíts, úgyhogy trackre lövöd. Ezzel nem fogsz oldalakat megdönteni, csatákat lehozni, mert ahhoz gyenge a tank. De így el lehet menni, azért kicsit lehet agresszívan játszani, ha van egy kis rutinod, de neked jó, hát ezek nagyrészt 8-osok. Hát a Draugen tűzbe hoztam, szerintem itt elkezdődött közöttünk valami. Hát nem elótott a kollega meg Zabó, szerintem. Igen, kifejezetten úgy fejlesz, hogy ezek együtt vannak, és akkor mérges lett az egyik Draugen, hogy a másikba belehúztam. Semmi baj, átmegyek, bocsánatot kérek. Basszus, nem tudtam befékezni, tessék, egyet megöltem. Most próbálom a másiktól is bocsánatot kérni. Ah, attól is sikerül. Ha. Ez a 6 szek, ez viszont nagy úr. Nagyon jó a töltés ideje, csak hát, mit mondtam, itt azért, hopp, érkezett valaki. T-54 Lightweight nagyon veszélyes, brutális tud lenni. Itt szóltam is, hogy hát csak az Zotyának is, hogy próbálják oda trekkelni, nem szabad hagyni, hogy elmenjen, mert le tudja dönteni a csatát. Itt szitkozottam, mert ez a kollega az mindig láb alatt van, és ráadásul miközben próbálom likvidálni a T-54 Lightweight-et, ez még elkezd tologatni. Oké, okay, hogy hát szimpi vagyok, vagy ilyesmi, de ezt itt el lehetne intézni a garázsba. Előttünk az E1-es. Mit tudunk róla? Lövegpajzs mellett jobb oldalt, ha szembe áll veled, be tudod ütni az ágyúcső mellett. Viszont AP van betöltve. Na, a 212-vel az belőni, hát belőttem. De mint mondtam, ez egy gyenge pontot kell keresni. Tehát itt nincs olyan, hogy itt automatát ráteszed, aztán majd csinál vele valamit. Ó, basszus! A bone, megjött a bone shaker. Mondtam Zotyának, nem állunk meg, agresszívan rá kell menni,
nem lehet hagyni, hogy előttünk dolgozzon, próbáljuk oda trekkelni menet közben. Ha ezt kiszedjük, már nyert ügyünk van. Nagyon szép volt, hogyha kiszedte, már is fordulunk. Ó, isú, 152, majdnem full HP-n. Én viszont elkezdtem szedni a T-34 Black-et, egy lövés bevállaltunk, semmi baj. Ugye gyors töltésnek köszönhetően nem fog még egyszer, de Zotya az elvarta a szálakat, nagyon szeretem az ilyen csatát, amikor nagyon mobilisan lehet haladni. Tegnap is volt Andrissal egy olyan csatám, 9 tankot szedtünk ki, és valami 11 ezer sebzést toltunk le, két Ragnarökkel. De az a dinamika, amikor már csak ketten maradtunk, vagy négy vagy öt tank ellen, és ahogy hullámban felváltva, ugye míg a másik töltött, addig csavargattuk a tankjaikat, és az gyönyörű volt. Nos, megpróbáljuk eltrekkelni, sikerült is. Viszont megjavította, de ilyen töltésidő, ennek hatalmas nagy úr a töltésideje viszont. Csak mondom azt, hogy ez kell egy olyan érzék, hogy pillanatok alatt oda tud. Lehet, hogy egérrel, billentyűzettel könnyebb volna, de na, én kontrollerhez vagyok szokva. Ezzel azért érezni kell. Nos, hát rendesen hazavágott 46 HP-re az arta, kilőtte mindenemet. Ketten maradtunk Zotyával, elindul Zotya, viszont itt jeleztem neki, hogy hát szeretném megbüntetni az artát, mivel rendesen leamortizált. És azt mondta, hogy természetes, mert segít beforgatni. Ugye pont a múltkor volt a fos videóban, ahol egyet meg ki is vett előlem, úgyhogy azt mondta, hogy most kárpótol. 46 HP, ugye ha mellém lő is, akkor is ki tudna szedni. Viszont itt azért adott a terep, itt a kő, nem tud rám fordulni, és pont úgy, mint a városi pályán is, ugye, hogy így el lehet forgatni, a két tank marad egyre, akkor az nem ész nélkül nem rohanunk rá, mert jaj, hanem szépen elfordul, kinézünk, 265, és fordul vissza, jó, hát akkor várunk. Ugye tudom, hogy Zotya nem szedi ki, innentől kezdve majd csak elfordul, de nem akar elfordulni. Ő úgy döntött, hogy nem fog elfordulni. De most miért nem lehet becsülettel meghalni? Én nem is értem. Tehát a becsülettel le tudta vinni az, majdnem az egész HP-mat, és azért volt közöm a csatához. Oda ment elé Zotya, kész, semmi. Semmit nem csinál, engem akar, engem vár. Jó, kicsit... és sikerült ellőni. Brutális. Nos, hát ez is egy győztes csata volt. Tehát láthattatok egy városit, hogy ott hogy tud érvényesülni, mert láthattatok egy külső terep munkást. Hát itt már kapásból lehet látni, hogy 7 kill 5000 fölötti csata volt ez is, vagy sebzés ez is, mint ugye a városi. Zotya is ott van az eredmény, vagy a dobogón. Nos, de lássuk az eredménytáblát. Nos, CS 53. Mint mondtam, az AP alaplőszert kell használni, bár nagyon kicsi az átütése, ettől függetlenül ezt a normális ezzel tudsz nagy távról dolgozni, ugye nincsen armorod, nem tudsz közelharcba menni, ha végig is olyan szituációba kerülsz, csak akkor szabad átváltani a prémlőszert, a hitlőszert, mert annak megvan az átütése a nehéz páncélosok ellen, viszont nagy távolságra nem tudsz vele dolgozni, mert elkanyarodik indexel, saját index lámpái vannak mindegy egyes lőszernek, hogy ezt felejtsd el, az csak közelharcra való, az AP-ra kell hagyatkozni, abból tárazzál be magadnak. És így, mivel az alaplőszert használod, ezért keresni is tudsz, jó, itt kaptam valami pluszt is, meg hát alapból is van 125%-os kredit minden csatára, ha jól emlékszem, de alapból 40-50 ezreket összetudod szedni ezzel a sima TR8-as tankkal is, úgyhogy azt mondom, hogy jó, de mi most kerestünk 102.488-at, úgyhogy le a kalappal. Volt 7 darab killem, 5000 fölötti sebzés volt, ez is, mint a városi, 1200 assist, ami azt jelenti, hogy 6200
kombinált 7 killer 4 felderítése ideális, ebből látszik, hogy a CS53-nak tetszik a terepmunka, tehát tetszik kint, városban is el van, viszont kint még jobban éli magát, mondjuk ez egy kicsit agresszívabban kellett játszani. Ez már egy tankmesteres kör volt, itt már a 7 frag és az assist véget megadta, nem úgy, mint a városi pályára, úgyhogy megvan ez is, külön örülök neki, és köszönöm Zotyának is, hogy ugye az Artát ott hagyta, szerintem ha az nincs meg, tehát 6 kíren nem biztos, hogy megadta, van fogalmam sincs, de mindegy, tehát múltkor pont levette egyet, így most meg pont visszaadott egyet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Devastator, nagy kaliber, Zúzó, Top Gun, ugye a 6 kill, Fire for Effect, Spotter, és egy Dualist. Csapatmunka. Maradjunk annyiba, hogy CS53 egy nagyon jó képességű tank lehetne, ha tier 7-es volna, így is el lehet vele játszani, meg boldogulni, de nem gyenge játékosnak találták ki. Pontosan azért, mert 50 kilométert ír rá, de nem éri el, láthattátok városban sem, steppén sem, egyszerűen nem képes elérni. Nagyon pontosan tudni kell, hogy hova lősz, mert a 212-vel nem fogsz beütni senkit. Plusz még, ha ilyen 9-es, 10-es tierbe játszol, az a 300-as alfa, ami ugye 252-60, nem nagy visszatartó erő. Viszont, ami a tank mellett szól, hogy jó test és toronyforgása van, plusz ez a 6 szekkes töltés, nagyon baráti. Látótáv 380, hát nem érződik. Maradjunk annyiba, hogy most hiába volt asszisztom, ha emlékeztek, a Suszász 30 PM-et oda trekkeltem, többiek meglőtték, tehát így jöttek össze az assist szerintem nem a látótáv véget, bár 4 tankot felhúztam, de ez meg az agresszív játék stílus, hogy mentem előre és vittem. Zotya is ügyes volt, Scorpio G-vel foglaljuk a trónt, ugye ketten kapásból 7250 sebzés és 9 killt kitoltunk, a csapat köszönheti nekünk szintúgy, mint a városban is a nyertes csatát, mert azt még elfelejtettem mondani az előző csatában is, Zotya ugye az 50 TP prototype-a vissza kellett menni a bázisra, hogy visszalője, hogy én visszaérjek. Sőt, azért kapta ki az Arti, hogy legyen időn visszaérni, és akkor ugye visszaértem, és ott a Ferdinándot, meg a két Beckert kiszedtem, és ott elmentem az Artikért, tehát ez minden valósulhatott volna meg. Ha nem áldozza fel magát, mert ha bár a Type is visszaért, Type 61, de mindegy, ott az gyönyörű szép mentés volt, mert így adott időt arra, hogy például én is elmenjek elkanászosodni, ugye az ortákat kiszedni. Tehát a lényeg a lényegben, hogy ez a med egy jófajta med lehetne, ha egy tierre lejjebb volna. Tehát nem ez volna a 8-as, hanem ez volna a 7-es. A 7-ese pedig a 6-os, és így kerek. És így egy tökélet. Így is lehet használni, de azért elég jó játékosnak kell ahhoz lenni, hogy a kezedben tartsd ezt a medet. Mert egyébként nem rossz, csak mondom azt, hogy szörnyen nehéz. Nem vagy elég mobilis, nem tudsz elmenekülni. Nem látsz elég jól, úgyhogy kicsit közelebb kell menni. Nincs elég átütésed, hogy csak úgy automatázzál, vagy ilyesmi, hanem itt igenis gyenge pontra kell célozni, aztán azt tudni is kell, hogy hol van, hol van gépuskafészek, vagy akár egy toronygyűrű, és akkor ott előni, belőni, parancsnoki kupola, meg ilyenek. Tehát, és erre mind itt nem sok időd van a csatákban, de mint látható azért az 5000-eket így össze lehet vele csipegetni, de mint mondtam, ehhez azért elég rutin kell. Úgyhogy tetszik a tank, de viszont nem tetszik. Mármint ezt úgy értem, hogy nekem tetszik, mert elég jó játékosnak tartom magamat hozzá, viszont ha átlagos játékos volnék, akkor nem tetszene, mert akkor nem tudnám ajánlani, mármint úgy értve, hogy ennyi hibája van, és nagyon sok hibája van, és tehát egy rutintalan játékosnál, vagy ez azért ez elég nehéz vele játszani, szerintem. Úgyhogy, hát de ezen is túl kell lendülni. Mondom, amire figyeljetek oda, hogy skillezitek, hogy szerelitek fel, ugye itt a pontosságra is gyúrjatok rá, várjunk, én mit tettem, töltés, pontosság,
és mivel 2,3 szűkülése volt, így kapott egy távcsövet. De mit láthatjátok, hiába van fent a távcső, tehát az assziszt az annyira nem jön, nem érzékelhető. De én így szerettem fel, tehát a pontosságra, 20% pontosságra stabilizátort, ugye? Jó mondom. Emeltek, jól mondom. És nem tettem rá ventilátort. Na mindegy, ezt majd leírom videó alá. Nem emlékszem már így hirtelen, annyi tankkal játszottam. Tehát, ha az AP-t meg tudod használni, akkor kezedből nem esik ki a tank, és akkor nem is minuszol, nem veszi el a kreditedet, stb. Úgyhogy ő volt a CS-53, a TR-8-as lengyel médium tank. Ővele is egy élmény volt játszani, de már várom a 9-est. Úgyhogy hamarosan találkozunk valamilyen formában. Jerikó voltam. Sziasztok! Nos, mielőtt még befejezném a videót, csak nem hagyott nyugodni, úgyhogy ez jó hosszú videó lesz, két csatás, plusz ugye a skillek meg, stb. Mert egyszerűen nekem úgy rém lett, hogy én töltés, távcső és pontosság, úgy szereltem fel. Ugye én ma vettem elő ezt a tankot, tehát én most kezdtem el vele játszani, 21 csatát mentem vele kapásból, és a mai nap, és 4000, hát 3890 VL8-al toltam, tehát nagyon nem gyengén használom, viszont ettől függetlenül a tankot én TR8-nak soknak tartom, ettől függetlenül akkor már itt a skill tárcám, mármint hogy a legénynek, tehát ott látszódik, hogy ott a testmériség, töltés, pontosság, toronyforgás, menet közbeni forgás, hatodik érzék, meg ugye látótáv, és így is, hogy távcső látótáv rajta van, nem igazán érződik, hogy hát úgy hozná az asszisztokat. És na mindegy, ezt így kipuskázzátok, de a lényeg az nem ez, hanem amit mutatni akartam, az ez. És igen, töltés, pontosság, ugye ágyú stabilizátor, meg a távcső. Ha rám hallgattok, ha volna úgy kreditem, de ugye nem, alig bírtam felszerelni a tankot, és szerintem a nagy kapkodásba szereltem fel így, mert már úgy kellett másik tankot leszerelnem, hogy na ezt fel tudjam szerelni, hogy elkezdjék tudni vele játszani. Ugye az AP-t is azért használom, hogy ne minuszoljon, és a tank ennyit összeszedett saját maga. Tehát azt úgy képzeljétek el, hogy volt, ahogy elkezdtem a tankkal játszani, fel volt szerelve, volt 200 ezrem, és akkor így a többit azt ő szedte össze majd egy misit 21 csata alatt. Tehát nem mondhatni, hogy minuszol, ide az AP-t kellett használni, de viszont mondom, ha most úgy volna a kreditem, akkor én ezt a távcsövet leszedném, és egy ventit tennék. Miért? Azért, mert a töltéssel, a pontossággal és a ventivel még plusz 5%-ot le tudsz csavarni a töltés időből, ami azt jelenti, hogy nem 6,1 szek, hanem 5, ennyi mennyire, tehát 6 szek alá le tudod vinni a töltés időt, ami brutális, mert az a 6 szek is egy kegyetlen jó volt, tehát hogy meg tudtam lőni a tankokat, ha oda trekkeltem, és kétszer tudok lőni, míg más egyszer. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor ilyen 5,75-re le tudod vinni, az már azért eléggé jó. Tehát 5,5 szekken, vagy 5,75 szekkenként lődözni 260-at nem egy olyan rossz buli. Úgyhogy, ha rám hallgattok, akkor ezt most felejtsd el, tehát ne távcsövet tegyél, mert annyit nem hoz a konyhára, hanem tegyél ventilátor, ágyú stabilizátor, megtöltés, és akkor kapsz egy nagyon korrekt töltésidőt, plusz ugye itt még 5% a legénységednek megy, tehát 5% látótáv, 5% pontosságra is kapsz, fordulásra, mindenre. Tehát a ventilátor ezért jobb, mint a távcső, mert a távcső hiába van rajta, a távcső meg skilleknél is egyszerűen nem érződik, de ezt mondtam is a videóban, úgyhogy ha rám hallgatsz, venti, pontosság és töltés, és akkor kapsz egy korrekt használható tankot, de még így se könnyű vele játszani, mint mondtam, 2,12 mm-re sajnos célozni kell, de
el lehet vele lenni, de ez az én saját véleményem, szívemre teszem a kezemet, hogy szerintem ez úgy lett volna jó, hogy a 7-es lemegy 6-osba, a 8-os lemegy 7-esbe, és akkor ez volna a tier 7-ese, és oda a 2-12-vel lehetne boldogulni, de így is meg lehet oldani, csak hát oda kell figyelni, azt eléggé macerás. De mint láthatjátok, nem minuszolok, meg lehet is vele pörögni, lehet vele dolgozni rendesen, mintha komoly tankban ülnél, de hát, na, hát ez azért kell rutin is. De ettől függetlenül nem felgyújtani való tank, csak nem könnyű vele játszani. Nos, ennyi lett volna a CS 53. Hamarosan találkozunk valamilyen formában. Jerikó voltam. Sziasztok!